Teljesen szétverték a romkertben található ivó kutata a hétvégén. Április elején egyszer már tönkretették a Lestár téren 2019. júniusában átadott kutat, a tavaszi rongálás után néhány napon belül helyreállították. Most azonban annyira összetört, hogy lehetetlen lesz helyreállítani. Az okozott kár több százezer forint. Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési Osztály vezetője elmondta, a pontos összeget csak később tudják megállapítani, ha megérkeztek az árajánlatok az ivókut mint megtudtuk, az ügyben Király József önkormányzati képviselő tett feljelentést, a rendőrök ma délelőtt helyszíneltek a romkertben. A közelben több közterületi térfigyelő kamera is található, ezért feltehetően az egyik rögzítette a rongálást. A Bácskiskú megyei rendőr főkapitányság szóvivője Hürket Zoltán megerősítette, hogy nyomoznak az ügyben, de annak érdekeire hivatkozva nem árult el részleteket.